Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2023. január 20-án pénteken. A pontos idő 20 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. 15 éves a Helytörténeti Egyesület. Szónó Felicsi énekegyüttes koncertje. 2022. decemberében ünnepelte 15. évfordulóját a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület. Célkitűzésük közé tartozik a város és környéke eddigi feltáratlan múltjának, kulturális örökségének és hagyományainak értékmentő kutatása, feldolgozása és megismertetése minél szélesebb körben. A jubileumi rendezvényen beszédet mondott Szabó András, az egyesület vezetője, valamint Szűcs Dániel polgármester. Nagy örömmel és szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Helytörténeti Egyesületünk 15. évfordulója alkalmából. Az egyesület nevébe külön tisztelettel köszöntöm Szűcs Dániel polgármestert és Patkós Éva alpolgármester hölgyet. Én gondolom mindnyájunk nevében ezt mondhatom, hogy nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat és megjelentek a rendezvényünkön. Az egyesület 15 éves, a lámpás 10 éves, a családkutató tagozatunk 12 éves, a Rélona vezetésével. És hogyha ezeket a számokat veszem, hát ezek nem nagy számok, de egy biztos, hogy nagyon sok munka van mögötte. És én bízom benne, hogy a jövőben is ez így fog folytatódni. Remélem, hogy a következő év az már egy kicsit másmilyen formában fog elmúlni, hiszen tudjuk, hogy ez az elmúlt két év elég sok problémát és kellemetlenséget adott számos rendezvénynek és összejövetelnek. Hát ezt tudjuk, hogy mi az oka. Az egyesület a sok munka, hogy van mögötte, és valamilyen módon, akik itt jelen vannak, valamennyit mindenki hozzátett, és ezt én nagyon köszönöm, és én remélem, hogy a jövőben is, és ez így fog tovább folytatódni. Erre az alkalomra készítettünk emléklapokat, és ezeket szeretném most név szerint átadni, amelyhez majd Pusztai Zsoltot is megkérem, hogy segítsen, és akkor engedelmet elsőként Szűcs Dániel polgármesternek szeretném. Nagyon szépen köszönöm. És még egy kiadványt szeretnék számára átadni. Ez az egyesület is 15 éves, de ami a lényeg, a Alföldi Téglárium, mert benne van. Azért mondtam, hogy egy kicsit meglepetés lesz. Nagyon szépen köszönöm. Tessék. Kedves hölgyek és urak, tisztelt elnök úr! Mezőtúlváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvény alkalmából.
szívből gratulálok a jelenlévőknek, és külön elnök úrnak a 15 éves születésnaphoz és jubileumi évhez. Itt az imént volt egy riport a Mezőtúri Városi Televízió számára, amikor azt kérdezték tőlem, hogy az önkormányzat számára mit jelent ez az egyesület, és hogyan igyekszik segíteni a, mind a jelenét, mind a jövőbeni működését. Én azt fogalmaztam meg, és a kezdetektől indulnék el, rendkívül fontos az a tevékenység, amit az egyesület tagjai ellátnak, hiszen sajnos a mai világban hajlamosak vagyunk azért arra hagyatkozni, ami a mindennapi hírekben megjelenik, azt elolvassuk, vagy sokak csak a főcímeket olvassák el, a beltartalom már kevésbé érdekli az embereket. Az pedig sajnos sokakat végképp nem, hogy a múltban mi történt, és milyen okokozati következményei vannak bizonyos történelmi eseményeknek, vagy helyi eseményeknek, amik történtek a múltban, történnek a jelenben, és hatással vannak a jövőre. Ez az egyesület jelenben és az elmúlt 15 évben is rendkívül szorgalmasan és minden nap önzetlenül, és amit szeretnék kihangsúlyozni, társadalmi munkában tesz azért, hogy a mezőtúri történelmet, helytörténeti eseményeket, rendezvényeket vagy éppen tárgyakat összegyűjtsék, azokról minden információt beszerezzenek, ledokumentálják, és hogyha lehet, akkor a mezőtúri lakosságnak, vagy éppen a hozzánk ellátogató vidéki vagy fővárosi embereknek azt megmutassák. Ebben őszinte leszek, és Andrással beszéltem erről az elmúlt hetekben, van némi hiányosságunk azért. Az önkormányzat szeretne segíteni ebben a helytörténeti egyesületnek, azonban nyilvánvalóan a városnak is korlátozottak ebben a lehetőségei, pláne mostani időszakban, amikor mindannyian tudjuk, hogy nehéz napokat élünk, és minden bizonnyal a következő hónapok sem lesznek egyszerűbbek. Azonban én elnök úrnak azt ígértem, hogy az önkormányzat részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a helytörténeti egyesület és annak gyűjteménye, azok a dokumentumok, tárgyak, amelyek egy helyen vannak, de jelenleg még mondjuk ki nem azon a méltó helyen vannak, ahol annak majd lennie kell, megtaláljuk azt az épületet, azokat a szobákat és tereket, ahol ezek kiállításra kerülhetnek. Ehhez bízom benne, hogy találunk pályázati forrást, vagy valamilyen központi támogatást, amelynek felhasználásával tényleg olyan méltó helyre tudjuk ezeket a dokumentumokat és tárgyakat kiállítani, ahol ennek helye kell, hogy legyen. Ami pedig a közeli jövőt érinti, elnök úr szintén intézett hozzám egy kérést, amelyre én abszolút nyitott vagyok, és a mai napon a csekély ajándék mellett ezt szeretném átnyújtani a jelenlévőknek, nem emléklap formájában, hanem azt az emléklapot, amit én oda szánok, hogy hova mindjárt ki fogjuk adni a végére, oda szeretném majd elhelyezni elnök úrral közösen. A kérés pedig az volt hozzám, hogy a Petőfi út 5 szám alatti mozi és színházterem előterében, illetve a Draskovics kerámia gyűjtemény elé szeretné az egyesület, nyilván elnök úr közvetítette ezt felén, de azt gondolom, hogy ez közös kérése az egyesület tagjainak, hogyha lenne ott egy olyan vitrín, egy olyan kiállító szekrény, ahol a helytörténeti egyesületnek bizonyos tárgyait, azokat bizonyos időszakonként frissítve láthatnák a látogatók, akik a kerámia gyűjteményhez mennek, vagy éppen a mozi vagy a színház terem előtt a várakozási idő alatt, legyen az 15-20 perc, vagy akár mennyi, amennyi még a nyitásig van. Nyilván az ember igyekszik elfoglalni magát, és szétnézne ebben a kiállított térben, és bizonyos olyan tartalmakkal találkozna, és akkor visszajukadok a mondatom elejére, vagy a mondandóm elejére, amelyel egyébként a bizonyos interneti platformokon vagy alkalmazásoknál biztos, hogy nem találkozna. Úgyhogy én ezt az ötletet egy rendkívül jó gondolatnak tartom, és szeretnék ebben segítséget nyújtani, és az a közeljövőben meg is fog történni. És a jubileumi emléklapunkat én ott szeretném majd elnök úrnak, illetve bízom benne, hogy minél többen jelen leszünk átadni, hiszen annak azt gondolom, hogy majd ott lesz a helye. Jelképesen szeretném megerősíteni ezt a kapcsolatot az önkormányzat és az egyesület között, valamint nyilván lehetőségünkhöz mérten szeretnénk a jövőben is segíteni az egyesületnek a munkáját.
hangsúlyozni szeretném, hogy még egyszer ebben a nem egyszerű időszakban. A mondandó végén még egyszer szeretnék köszönetet mondani mind elnök úrnak, és kifejezetten az ő személyének, hiszen nagyon sokat dolgoztam vele már az elmúlt években, úgyhogy tudom, hogy nem adja fel soha, és az kell ehhez a munkához, de úgy gondolom, hogy az Egyesület többi tagját is ismerve pontosan tudom, hogy olyan emberek és olyan tagok alkotják ezt az Egyesületet, akik mindent megtesznek tényleg azért, hogy utána menjenek adott témáknak, és minden érdekességet feltárjanak, és azt le tudják dokumentálni. Én szívből és őszintén szeretném megköszönni ezt a munkát mindenkinek. Nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és bízom benne, hogy sok alkalmunk lesz még találkozni hasonló rendezvényeken, és szeretettel invitálok mindenkit így advent idején a holnap kezdődő adventi programokra a főiskola előtti Petőfi térre, és az azt követő kiegészítő rendezvényekre. Töltsük együtt ezt az adventi készülődés időszakát is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és a csekély ajándékot azt elnök úrnak azért most szeretném átnyújtani. Ez a minimális, amit mondtam, azt pedig majd közösen kitesszük oda, ahova kell. Ez mostantól az ő dolga. Csak egy dolgot szeretnék erre válaszolni, és jelenlévők is a magam nevében is. Nagy köszönettel a felvetett gondolatért, és a jövőbeni együttműködésünknek én úgy látom, hogy így meg lesz az alapja, és folytatódik szépen tovább. Természetesen az Egyesület minden tagja, aki ehhez a dologhoz bármilyen módon is hozzá tud járulni, az biztos vagyok benne, hogy ezt örömmel veszi, és továbbra is fogja ezt a munkát, ezt a tevékenységet csinálni, végezni. Úgyhogy köszönöm még egyszer a felvetett gondolatokat. Mi köszönjük. A Sono Felice énekegyüttes műsorára is sor került decemberben a Petőfi téren. Az együttes 1996-ban alakult a Mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnázium akkori és volt diákjaiból. A tagok és a létszám az évek során fokozatosan változott, és a diákokat kezdték egyre inkább felváltani a felnőtt kórus tagok. Számos rendezvényt színesítettek produkciójukkal az elmúlt évek során, a kórus jelenlegi vezetője Fekés Néberek Szászi Erzsébet. Dona, 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 D
Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you. Szálljon a hang, bennem felett nyílnak az eget, mindenki jöhet.
hírnöke lett. Csendül az ég, a horozul, a magas egeket, a horozul. Hirdeti most Istenitet, Jézus az Úr megszületett. Cseng a világ, tédre borul, zengje horog. Jézus az Úr! Jöjj, Úr Jézus, jöjj szívünkbe! Jöjj az angyalokkal égi tűzbe, jöjj hamar, úgy várjuk jöveteled már! Hadd zengjenkünk, zúgjon harson a szó! Jöjj az angyalokkal égi tűzbe, jöjj hamar, angyalokkal égi díszben, jöjj hamar, úgy várjuk jöveteled már. Ó, jöjj, Úr Jézus, jöjj szívünk vár. Jöjj az angyalokkal égi díszben, jöjj hamar, úgy várjuk jöveteled már. Hadd zengjenkül, zúgjon a angyalokkal égi díszben, jöjj hamar, úgy várjuk jöveteled már. Várjuk jöveteled már, várjuk jöveteled már. Jöjj az angyalokkal égi díszben, az angyalokkal égi díszben. Jó. Vége.
Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adásra jövő hét pénteken is várjuk majd önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!